lesz nekem. Sziasztok! Köszöntelek benneteket az új sorozatomba. Már beharangoztam, hogy az lesz az álcíme, hogy akasztják a hóhért. Ami azt jelenti, hogy most bizony én fogok megtanulni autót vezetni, méghozzá ezt a teherautót. És hogy hol vagyok? Budiás Autós Iskola, Százhalombatta. Már több filmet láthattatok erről a helyszínről. Bemutattam itt a motoros oktatást, a motoros pályarejtelmeit, bemutattam három kiváló B-kategóriás oktatót, sőt, az Alexás sorozatban egyszer el is jöttem Alexával, és az emelkedőt, meg különböző manőverezési feladatokat gyakoroltam, és bemutatom régi barátomat, az iskola alapítóját, kitalálóját, tulajdonosát, vezetőjét, Budiás Jánost, akinek nem tudok elégszer gratulálni, hogy ennél szebb, gyönyörűbb és felszereltebb iskolát nem tudok az országban. Jogos ez szerinted ez a véleményed? Hát mondjuk azt, hogy talán az egyik legjobb. Igen, ez egy kicsit árnyaltabb, de azért ha csak körülnézek, van egy gyönyörű épület, tele van hatalmas tantermekkel, azt hiszem a legnagyobb tantermet 60-70 fő befogadására alkalmas. Van egy gyönyörű műhelyterem, ugye a nagy kategóriánál van bűoktatás. Hál' Istennek én ezt megúsztam, mert mivel műszaki szakoktató vagyok, nekem bűből nem kell vizsgázni, de be fogjuk egyszer mutatni a műteremben, mi zajlik, jó? Mindenképpen, mintha meg kéne csinálnom. Gyönyörű maga a rutinpálya, szimulátorok garmadája, és hát a nagy büszkeség, erről is volt egyszer egy filmem, a Gokárt pálya, ahol emlékszel, óvodásokat vettem föl. János, miben vagytok ti egyediek? Mivel foglalkoztok? Mit csináltok? Mit tudnál röviden mondani a te iskoládról, hogy tényleg egy kicsit kedvet adjak azoknak, akik ellátogatnak ide? Hát, hogy mit csinálunk, vagy mivel csinálunk más, mint a többiek, vagy mint sokan, én azt gondolom, az életük a szívünkben van ebben a dologban, és próbálunk mindig úgy gondolkodni, hogy mivel tudunk többet adni a tanulóknak. Hát, látszik. Tehát ezt nem nagyon kell külön kiemelni. Remélem, hogy van fogadó. Úgy tudom, hogy minden kategóriát csináltok. Lehet, hogy kedvet kapok az is legközelebb jövő targoncát. Legyen azt sem vezettem még, de tényleg a járműpark is, és ebben fogok vezetni, ebben fogok tanulni. Józsi bácsiról már csak jókat hallottam, régi barátom egyébként, de még nem ültem mellette, úgyhogy neki is nagy feladat lesz, hogy egy oktatót kell tanítani. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy befogadtatok, hogy elvállaltátok ezt, és remélem én is nagyon sok tanulót tudok majd ide csábítani nektek. Legyen úgy, érez jól magad. Köszönöm szépen. Józsikám. Szervusz. Öreg cimborám, régóta ismerjük egymást. Soha nem hittem volna, hogy egyszer úgy jövök hozzád, mint tanuló. Úgyhogy itt az alkalom. És most kitombolhatom magamat. Hatalma. Igen. Jöhet az összes bosszút felém. Igen. Ismerjük egymást, vagy 20 éve. Jó. Mindenki egyébként csak Józsi bácsinak hívja, de szerintem ezt te már megszoktad. Pedig majdnem egy idősek vagyunk. Úgyhogy azt határoztam el, hogy jöhet a teherautóvezetés. Mindenki meglepődik, hogy nincs még jogsim, hát nincs, így alakult. Kipróbáltuk a szimulátort, már ott tanul. Voltam, hogy az volt az utolsó mondatom, hogy azt hittem, ez könnyebb. Úgyhogy most eljöttem hozzád, és egy nagyon érdekes dolgot harangoztál be nekem, amit szeretném, ha megmutatnál, illetve megcsináltatnád velem, hogy teherautónál az úgynevezett fülke billentés, az egy nagyon komoly művelet. Bizony. Amit mindenkinek meg kell tanulni, mert bármi hiba történik, akkor tudni kell a motorhoz és egyéb alkatrészekhez hozzáférni. Úgyhogy mesélsz nekem erről pár szót, hogy mi is ez a fülke, mire figyeljek. Tehát van ennek egy kis előélet, amit elindulásba és a feladat végrehajtásával meg szeretnénk csinálni. Ugye először is leállítjuk a motort. Nyilvánvaló, tehát gondolom egy sík helyen, egy vízszintes helyen álljunk, tehát nem lejtőn, nem felle. Így van, igen, tehát leállítjuk a motort, üres árasba tesszük a sebességváltót, természetesen a kézifékkel bevagúzom minden füveletnél. És akkor a utolsó. Fülke billentésnél várjál, én már egyszer hallottam egy ilyen sztorit, hogy valami bőrönd a kamionosnak föl volt, tehát, és dőlt előre. Így van, tehát minden olyan tárgyat elpakolunk, ami előre tud zuhanni. Hát akár a műszerfalról. Így van. Volt már erre példa egyébként az életet. Bizony, jó. És akkor készen van, akkor jövünk ide kívülre, és akkor mutatom, ami a következő mozdulat. Itt nagyon fontos balesetvédelmi követelmények is vannak. Gondolom a fülke előre fog billenni, tehát nyilván itt előtte se legyen semmi, tehát nem mondjuk egy fél méter állj meg egy másik autótól, vagy így van. Tehát így van. A fülke billentésnek legyen helye, hogy amennyire billen a fülke előre, semmi olyan tár, semmi személy ne legyen, ami esetleg kárt tud okozni. Nagyon jó. Körülbelül minden teherautón ugyanaz a metódus? Tehát van valami szerkezet, amivel billenteni kell? Van esetleg olyan, ahol mechanikus van, ahol motoros, olyan is van? Általában kis autóknál, és idősebb autóknál mechanikus, modernebb autóknál lehet, hogy gomnyomásra működik. Én még nem találkoztam. Ez akkor nem annyira modern,
mert már mondtad, hogy a karizmomat erősítsem, úgyhogy mutasd meg nekem, hogy mit csináljak, és megpróbálom megcsinálni. Tehát ezt a rudat előkészítettük, bedugtuk a helyére. Nagyon jó. És akkor itt van egy leállás, aztán igen? Van egy fölállás. Most ugye föl akarjuk billenteni, akkor az átváltott fölállásra. Nagyon jó. És akkor ennyi feladat, ezt szépen pumpálod, addig, amíg át nem billent a holdpontra. Ezt a nagy erős valamit én a karommal meg fogom, olyan, mint a bicikli kereket pumpálnék, simán, vagy gumimatracot. Simán, simán. Hát akkor nézzük, két kézzel egy... Ó, hát ez nem is olyan nehéz. Várjál majd. Na, de várjál, hát nem megy. Jó csinál? Hát ez ilyen millimétereket mozog. Az egy tornát a fiatal. Kamionosnak ilyen 40 kilósak nem menjenek, ugye, akinek ilyen vékony karja van. Egy kézzel, két kézzel, mindegy. Ahogy tetszik. Ahogy tetszik, tehát erre nincs szabvány. És közben persze figyelem, hogy mi történik. Így van. Megszámoltad már valahogy hányszor kereszt megcsinálni? Hát kezdtettük volna azzal, látod, hogy... De úgy tipre olyan 150? 200? Hát 100-150 szerint. Legközelebb kedvemért számoltasd meg valamelyik. Ne te, majd valamelyik tanulóval. Gondolom, te ezt már nem szoktad csinálni, hanem megcsináltatod a tanulókkal. Rafinált, dörzsölt oktató vagy, ebből is látszik. Ugye most már borulna előre, ha valamit benne hagytunk volna. Így van. És ezt hallanánk is. Mennyire kell fölemelni? Átbillen a holdponttól, azt jelentni fogja meg. Ja, hogy így, tehát amit szigorúan tilos, mondjuk így hagyni. Így van. Így tehát van. Így nem megyünk így alá, mert ha hiába férnék oda hozzá, akkor sem szabad, mondjuk, hanem teljesen. Ilyen esetben mondjuk akkor szabad alá menni, ha valami támasztékot alá teszünk. Ne, aha, hogy esetleg hidalik erről, mert is visszadulhatunk. Egyébként ez... De fölmegy, akkor már nem tud visszadulni. Amit most csinálok, ez egy hidraulikus szerkezet, egy folyadékos rendszer? Így van. Aha. Na most, mintha könnyebb lenne. Igen, most fog átbillenni a holdponton. Aha, most akkor óvatosabban egy kicsit. Hát... Menjél csak. Most félek, hogy mi lesz vele. Most bírod át. Hoppa, 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 hoppa. Jaj, most kapom a szívba. Állj meg, állj meg, állj meg. Jó, jó. Hát ez félelmetes. Tehát ez annyira fölbillened, nem tud visszazuhanni, de ha félúton leállt, meg ha olyan a terve, itt nem is tudod kitámasztani. Igen, de itt nem tudod, és akkor itt lehet hozzáférni, szerelni. Egy ilyen poén képet azért csináljunk, hogy én tartom meg ezt a nehezet. De ez már nem jó, ugye, mert közel vagyok. Tehát alá senki soha, se jármű, se ember, mert az veszélyes, de azért ezt poénként megcsináltuk, jó? Hát köszönöm szépen, ez egy lihegős munka, és várja, most nem az, hogy gomnyomás, hogy puff, visszamegy, hanem fordítva ugyanígy. Jól van. Na akkor most én egyedül. Átfordít, aha, ehhez is kell erő. A kart végállásba. És most, ha elkezdem... Szerintem megmutathatod közben. Ja, vár, igen. Hogy ez ide fog majd belemenni, ez az alvátra van szerelve, ez pedig ugye fülkén. Igen. Ennek bele kell ide menni, rosszul nem tudjuk összekapcsolni, mert letilt, nem tudod beindítani. Most. Tehát ez egy biztonsági rendszer, hogy nehogy véletlenül ne maradjon félúton, nem is félúton, két centire se a fülke. Tehát annak a bütyöknek ide bele kell csattanni, igen, itt van is egy ilyen szelep, gondolom ezt itt elektronika van, érzékeli, és ha nincs benne, akkor el se tudod indítani a motor. Még a motor sem. Nagyon jó. Nagyon jó, akkor én levegőt veszek, és akkor gyerünk. Visszafele könnyebb? Nem. Hát, majd egy kicsit, de nem igen. Nagyon jó, eddig nagyon jó haladunk. Hát, dolgozunk rendesen, lóg a nyelvem, de most mintha egy picit könnyebb lenne. Talán, ahogy a súly jön hátrább, ugye? Hát én ezt azért büntetésből minden tanulóval megcsináltatom. Te is megszoktad? Vagy csak velem csinálod most ezt? Gondoltam, igen. Velem kétszer. Velem kétszer, jó. Nincs egy nagyobb autótok, vagy nem nehezebb? Jó. Oké. Okay. Jó. Annyi. Eddig nagyon jó. Most megy el a kedvem a teherautó vezetéstől. Nem, ez jó, ez élvezetes. Ez naponta négyszer, ötször is, nem is kell a konditerem, meg a futópad. Nem kell olyanra menni, ez sokkal biztonságosabb. Na, most lehet látni, hogy a bütyök oda megy, de még nincs bent. Aha, kattant, és akkor még egy kicsit. Meg fog keményedni. És akkor, aha. Kész. És akkor csappan nem kell semmit csinálni. Ezt. Aha. Ennyi. És akkor ez kötelező tartozik az autóba, hiszen enélkül nem tudod megcsinálni, és ha bármi gond van, akkor nem fesz. Józsi bácsi, mondhatnám, hogy élmény volt.
de nem igazán. De azért jó, hogy megcsináltuk. Köszönöm szépen. Vizsgán ez feladat, nem, ugye? Nem. De bármikor esetleg, ha gond van, akkor meg kell tudni csinálni. Mindenkinek belemészi. Nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Most már túl vagyunk a szimulátoron, túl vagyunk a fülkebillentésen. Hát, ha előbb-utóbb beülünk a teherautóba is, úgyhogy majd az fog következni nem sokára.